Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Most még ugyan üres, de június 22-én ismét megtelik élettel a Rácz utca, ugyanis ekkor lesz a 16. Tűzzel Vassal Fesztivál. Erről lesz szó a következő percekben, tartsanak velünk! Idén is felszítják a parazsat a Rácz utcában. Méves bicskák, kések, ollók és borotvák, valamint díszfegyverek készítői mutatkoznak be a Tűzzel Vassal Fesztiválon. Lesz kirakodóvásár, gyerekprogramok, bemutatók és előadások is. A fő témánk a bugyli bicska. Ehhez kapcsolódik több minden. Előadások lesznek, sőt, azt hiszem még a népmesék is, mert hát ugye, ha a kis Kondás ki nem vágta volna a kis gömböcöt a bugyli bicskájával, akkor az a sok ember nem szabadulhatott volna ki, tehát most ehhez kapcsolódik minden. Tehát akkor kicsiknek, nagyoknak, mindenkinek lesz program. Egy-két konkrétumot ki tudnánk emelni ezek közül? Igen, a családi program tulajdonképpen, ami itt lesz. Kezdjük azzal, hogy asszony műhely udvar, tehát a hölgyeknek, mert mindig azt kérdezik, hogy egy késes fesztiválon mit keresnek a hölgyek. Hát keresetnek sok mindent, mert itt kell megvenni a jó kis késeket, amit a konyhában használ az ember, de ezen kívül kézműves foglalkozással várjuk őket, gyerekeknek előadás, bábelőadás, gyerekfoglalkozás, népi gyerekjátékok lesznek, amit kipróbálhatnak, egész nap játszhatnak. A férfiaknak előadások lesznek, is, meg ugye hát a késekbe gyönyörgöthetnek, és hát kedvét leheti mindenki, azt hiszem, ezen a napon. És ugye több udvar is megnyílik majd itt a Rácz utcában. Igen, igen, tehát akiktől elkértük, megkaptuk az udvarokat, az udvarokban vagy gyerekfoglalkozás lesz, vagy ennivalót lehet vásárolni, vagy előadás lesz, vagy egy kiállítás lesz, tehát több minden látványosság lesz. Mi plakáttal próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy nem csak a templomkertbe, hanem egyes udvarokba is be lehet menni, és megnézni nagyon sok mindent ott. Tehát akkor érdemes nem csak itt az utcán végsétálni, hanem bekukucskálni majd mindenhová. Hány órakor kezdődik a fesztivál? Mikor érdemes kijönni, és meddig tart? 10 órakor. Dr. Cserpalkovics András polgármester úr megnyitja a fesztivált, és onnantól este 6-ig, a tűzugrásig, amíg addig be nem fejeződik a fesztivál, szeretettel várunk mindenkit, bármikor érdemes jönni, vagy aki csemegézni akar, hogy megnézi a plakátunkat, hogy őt bizonyos dolgok érdeklik, akkor pedig hát arra jöjjön el, és szeretettel várjuk. Mert hogy ugye ennek a napnak nyilván a legfőbb témája a kés, bugyli bicska most idén, na de ezen kívül minden lesz. Így van, nem csak bugyli bicskák lehetnek, itt lesz itt minden más. Előadások lesznek, tárogatós előadás, eljön a Kákics együttes, egy flashmob-szerű bemutatót tartanak itt az utcán. Aztán érdekességképpen a mesemondónk eljön, és a udvar több pontján mesélés lesz, gyerekeket maga köré gyűjti. Aztán jön a Csőszi Hagyományőrző Társaság, tehát ők is bemutatkoznak. Úgyhogy csupa-csupa érdekesség, aztán a bátor férfiak jöhetnek beretválkozni, hogy így mondjam, az udvarra, hogy kis Józsi bácsi ismét vállalta, és hát a bátrakat megborotválja. A rendezvény június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. A Tűzzel Vassalhoz pedig már hozzákapcsolódik a késes konferencia, amely a fesztivált megelőző napon várja a szakma iránt érdeklődőket. Az idén Madaras János késkészítő mestert ismerhetjük meg közelebbről, majd utána a bugyli bicskáról fog dr. Szőlősi Gábor múzeológus és múzeológus főtanácsos egy előadást tartani. Nagyon nagy örömmel várjuk az előadását, és nagyon jártas ebben a témakörben. Milyen érdekes témákkal találkozhatnak még, akik ellátogatnak a konferenciára? Simon János fog a kések és a kés használatról, illetve a hozzátartozó törvényről egy előadást tartani a késkészítők oldaláról. Majd pedig másnap a színpadon, ott pedig a használóknak a szemszögéből fogja ezt körbejárni. Hány kiállítóval találkozhatnak majd az érdeklődők, és tulajdonképpen miért lesz érdemes ellátogatni a Rácz utcában? 50-nél több készítő regisztráltatta magát itt a kiállításon, tehát ez óriási nagy szám, úgy gondolom, hogy itt az ország összes késkészítőjét meg lehet találni, az ország minden részéről érkeznek, ugyanúgy, mint a látogatók. Miért érdemes egyébként eljönni erre a konferenciára, és utána majd másnap a Tűzzel Vassal Fesztiválra, tehát hogy a
kések még mindig egyébként divatban vannak, divatosak Magyarországon? Hát reméljük így van, ezen dolgozunk, hogy divatosak legyenek, és valójában a hagyományőrző késeket is meg lehet itt találni, és a modernebb késeket is. Tehát itt mindenféle kést meg lehet találni a kiállításon, és úgy gondolom, hogy aki ide ellátogat, itt a Magyarországon megfelelhető késeket mindegyikből tud nézegetni, illetve vásárolni. Tehát 50 kiállító az azért az tényleg rengeteg. Akkor elmondhatjuk, hogy a késkészítés is még virágzik Magyarországon? Tehát sokan vannak még késkészítőink? Hát most divatja van neki, meg vannak az igaz a régi öreg szakik, a régi öreg mesterek, és a fiatalok is kedvet kaptak a késkészítéshez. Így a fiatal, mivel hogy szakmai képzés nincs ebben a szakmában, így ezeket a fogásokat, illetve a késkészítést úgy kell az öregektől ellesni, akik hál' Istennek nagyon nagy szeretettel fogadják a fiatalokat és tanítják a szakmára. A fesztivál díjmentesen látogatható, nem csak az utcán, az udvarokban is lesznek programok. A Rácz utcában álló szerb ortodox templom pedig egészen késő éjszakáig várja a látogatókat. A templom kertben, ott a kézművesek települnek ki, hát ugye most hallottuk a sajtótájékoztatón. Hát mánunk olyanok, hogy késesek, azok nagyon nem lesznek a templom kertben, inkább fazekasok, papírmerítők, különböző gyöngyfűzők, gyermekjátékok, lesz a népi körhinta, nálunk lesz a fa alatt, elhelyezve diófa alatt a színpad, és ott fogadjuk a vendégeket. Hát ennek az a megfontolása, hogy árnyékos, tehát a tűzőnapon ne kelljen a vendégeknek szenvedni, és hát ami nem utolsó sor, a vendégváró étterem fogja a vendégeket kiszolgálni étellel, itallal. Hát mondhatom azt, hogy nemzeti ételek is lesznek, szerb nemzeti ételek, mivel szerb templomkertben vagyunk. Ők profin csinálják, megtanulták már egy pár tíz éve, amióta itt vannak nálunk, tehát várhatóan minőségi kiszolgálás lesz a vendégek részére. Délelőtt 10 órától a templomban viszont fogadjuk a vendégeket Múzeumok éjszakája sorozat keretén belül, ami azt jelenti, hogy 10 órától hajnali vagy 01 óráig leszünk nyitva. Természetesen ezt majd az igény fogja meghatározni, ha jönnek látogatók, tovább leszünk, hanem akkor bezárunk. Az estvény pontja Szent Efrém kórus fog fellépni a templomban, és ő hozzájuk társul, Székesfehérvári Vox Mirabilis kórus. Hát ennek az az érdekessége, mindegy kórus nagy-nagy művészekkel rendelkezik, nagy-nagy tapasztalattal, nagy-nagy világhírrel, és ortodox, ószláv, szerb és orosz egyházi énekeket fognak előadni. Hát várhatóan sokan lesznek, legalábbis a tavaly előtti évet és az előttit, ha figyelembe vesszük és alapnak vesszük. Tehát van rá igény, és hát a koncertjük is minőségi lesz. Szeretettel várunk mindenkit. Templomban még ezen kívül 3 kiállítás lesz látható. 2 állandó, Katerina Ivanovics első szerb festőnőnek a kiállítása. Őről annyit kell tudni, hogy ő nem azt mondjuk, hogy Székesfehérváron született, mert ez így egészében nem igaz. 2 napos kora óta élt Székesfehérváron haláláig, kivéve a tanulmányokat. Ő volt az a személy abban a korban, a festők közül, hogy nő volt, kiváló volt, de mivel nő volt, nem ismerték el a munkásságát, csak halála után. Mi őrizzük eredeti képeinek egy részét, nagyobb részét ajándékozta Belgrádba a Nemzeti Múzeumnak, azok most is ott vannak, hogy mi újítani tudjunk, és a látogatókat ki tudjuk időnként szolgálni, akkor szoktunk cserélni, ami nálunk van, Belgrádba adjuk kölcsön, és akkor hozunk olyan darab számban, vagy nagyobban képeket bizonyos időszakokra. Az ezen kívül a székesfehérvári szerbségnek az életét is megpróbáljuk bemutatni, és lesz egy most először
bemutatjuk Európának az egyik legnagyobb szerb katedrálisát, a Belgrádit, ami már sajnos 35-40 éve épül, de most már végre eljutott odáig, hogy külsejében teljesen készen van, a kiszolgáló épületek nagyon szépek, maga a környezet nagyon szép, elkészült a Szent Lázár altemplom, na ezt láthatják majd filmen, DVD-n a vendégek, nagyon értékes információkhoz jutnak hozzá, és hát ugye a Szent Száva katedrálisnak a templom részét is láthatják, az még épülő félben van, mondhatom azt, hogy olyan 70%-os készültségben, de nagyon gyönyörű. Csak egy érdekességet mondok, 50 méter a hossza a keresztnek, ami a katedrálison van, 25 a szélessége, és ezt a földről úgy lehet látni, mint nálunk a templomunknak a keresztjét, vagy bármelyik fehérvári templom kicsikének. Egy hatalmas nagy épület. Hát azért nem úgy fogalmaztam, hogy Európa egyik legnagyobb katedrálisa, mert valóban az. Én inkább azért fogalmaztam, hogy szebb, nehogy azt mondja, hogy túlzás, mert mindenkinek maga felé hajlik a keze. Hát ezzel várjuk a látogatókat, és természetesen egyházi tárgyakat is vásárolhatnak, ami zsűrűzett kolostorokban, szerzetesek és apácák készítik. Ennyit tudnák mondani a programunkra. Említette, hogy különleges szerbételekkel is várják majd a vendégváron az érdeklődőket. Egy-kettőt ki lehetne emelni ezek közül? Hát két hasonló étel tudok kiemelni, a csebapcsit és a jeszkavicát. Ezeknek gyakorlatilag a formája más, az egyik hengeres alakú kolbász formája. Jó, a másik, nem mondom azt, hogy fasért, mert nagyobb átmérőjű és vékonyabb, hát ez azért van, hogy átsüljön. Ízre körülbelül mindegyik megegyezik. Hát van olyan tájegység Szerbiában, hogy a pjeszkavicát úgy készítik, hogy beleteszik a hagymát, de nagyobb részén a hagymát kiadják, és inkább úgy adják köretként melléje. És ha minden igaz, akkor pitatisztát fognak kapni kenyér helyett, de ezt a vendéglős tudja eldönteni, hogy megsütik neki, vagy nem, mert ha nem minőségi, akkor nincs értelme, akkor inkább nagyon finom fehér kenyeret adnak majd hozzá két szeletet, hát vagy ahogy a vendéglős gondolja. Na most italról nem beszélek, mert az italban nagyon különbség nincs, hát mondhatom azt, hogy szilva pálinka, na de hát ez Magyarországon is van, hogy ennyi a történet, megpróbáljuk lehető legjobban, legkulturáltabban, és mindenféle szinten a legjobbat kihozni az egész rendezvényből. A templomkertünk az már kész, végeztünk a templomon és a templomkerten felújítást, úgyhogy most mondhatom azt, hogy megint eredeti szépségében látható. Kedves nézőink, ez volt mára az Esti Mérleg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!